Bakk István Gátőr tesz jelentést Kozma Péter megyei kormány megbízottnak az árvízvédelmi szemlén. A megyei védelmi bizottság elnöke személyesen tájékozódott a szemlén a Gátőr körzetéhez tartozó védelmi művek állapotáról, az elvégzett vagy folyamatban lévő munkálatokról, a gátőrházak és a technikai eszközök meglétéről. A kormány megbízott elmondta, legutóbb a 2001-es árvíz mutatta meg, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fokozottan veszélyeztetik a területén áthaladó folyó árhullámai, ezért elengedhetetlen a töltésrendszerek és az árvízvédelmi létesítmények kiváló állapotban tartása és az ehhez szükséges eszközállomány biztosítása. Azért fontos, hogy meggyőződjünk egyrésztről a védművek, a gátak, a zsilipek állapotáról, a szakemberek felkészültségéről, arról, hogy az informatikai rendszer, tehát a vízjelző szolgálat a Kárpáton túl, illetve a határon túli területekről érkező vízügyi szakemberek jelzései mennyi idő alatt érnek ide, és mennyire érkezik be az operatív központba, a katasztrófavédelmi központba, nevezetesen, hogy kellő időben, kellő erőkkel fel tudjunk készülni az árvízi védekezésre. A túr hazai, mintegy 30 kilométeres szakasza árvízvédelmi szempontból veszélyesnek számít, mivel a folyón rendkívül gyorsan alakulnak az árhullámok. A határon túli területekről rövid idő alatt Magyarországra érkezhet egy nagyobb árhullám, valamint a Tisza irányából is fennáll vízhelyzet kialakulása. Ez történt 2001-ben is, amikor a kárpátaljai gátszakadások miatt a Tiszán keresztül lezúduló víz átszakította a túrgátjait is, és több folyómenti községet árasztott el. Ezért fontos, hogy a vízügyi szervezet a már kiépített távjelzőrendszer segítségével időben információkat kapjon a folyók külföldi vízgyűjtőin kialakult állapotokról, karbantartsa a védműveit és műtárgyait, valamint lehetőség szerint fejlessze a töltésrendszereket. A védművek kiváló karbantartottsági állapotban vannak, az árvízvédelmi töltések földanyaga, koronája rendben van, műtárgyak szintén mindenütt működőképesek, a zsilipek jól zárnak, közfoglalkoztatotti program keretében több mint 100 embert foglalkoztattunk a térségben, ezek az emberek kiváló munkát végeztek. Bodnár Gáspár hozzátette, a kedvező helyzet ellenére szükség van a túr vízrendszerének továbbfejlesztésére. Közlése szerint előkészítés alatt van a Tisza-Túr közi árapasztó tározó megépítése. Elkészült tervek vannak a magyar-ukrán-román 3-as határon, a felső túri tározóra, valamint rendelkezésre állnak a Túr-Torkolati szakaszának balparti töltésfejlesztési tervei is.